Szia! Ebben a videóban szeretném neked megmutatni az eperfa gyökeresztetése című videómat. Lehet, hogy már túl késő egyébként, mert egy hónappal korábban kellett volna, még márciusban, és most április vége van, de mindegy, megpróbálom, aztán, hogyha ez így nem sikerül, akkor majd nyáron megpróbálok egy másik technikát. De ezt szeretném neked megmutatni, hogy vágtam ilyen jó 20 centis darabokat, és akkor így a végét két oldalon egy kicsit meg kell kaparni. Két oldalt. Ezt beáztattam, különben már két napja ázik a vízbe. És akkor van ilyen fásszáró növényekhez ilyen gyökeresztető por, amiben majd be kell mártani. Jó, és akkor ezt is két oldalon így kicsit megkaparom. Jó, és akkor még csinálok kettőt. Ezek picit vastagabbak. Jó, és akkor hoztam ide zacskót, amiben fogok palántaföldet tenni. Körülbelül egy 10 marék földet tettem bele, és akkor kinyitjuk ezt a gyökeresztető port fásszáró növényekhez, és akkor csak annyit kell csinálni, hogy bele kell mártani. Állítólag jó fahéjba is belemártani, de nem tudom. Jó, így belemártottam. Kicsit leütögetem róla. Ez itt az egyik. Oké, és akkor vettem egy másik szert, ami a fáknak a meccéshez szokták használni, és akkor itt, amit vágtam metszőollóval, itt szeretném bekenni. Jó, itt és itt, ahol megvágtam a metszőollóval. Pontosan nem tudom, mennyit kell rákenni, de így nagyjából bekenegettem. Jó, ennek csak a tetejét. Jó, ez több helyen meg lett vágva, úgyhogy ezt több helyen bekenem. Ebből lehet, hogy nem is lesz semmi, nem tudom, de azért meg szeretném próbálni, hát ha bejön. És ez az eperfának a gyökeresztetése. Hát remélem, hogy sikerül.
Oké. Ezt is bekenem. És akkor ugye ezt a földet, amit ide beletettem, akkor ebbe szépen be fogom szúrni. Szeretném elmondani neked, hogy azok sikerültek a legjobban, amiket külön egyenként cserébe és földbe szépen beleállítgattam, és ugyanúgy desztillált vízzel locsolgattam, és azok lettek a legjobbak. Ezek közül is maradt meg néhány, de a legjobbak a cserepes változatok, amiket egyenként cserébe tettem bele. És akkor hoztam ide csipeszt, és akkor ezt így hozzá csipeszelem. Oké. Ezt állítólag el kell fektetni, úgyhogy el fogom így fektetni. És akkor locsolni pedig úgy kell, hogy vettem egy ilyen nagy fecskendőt, és akkor így be kell locsolni egy kicsit. Belenyomom a vizet. Szűrt vizet tettem bele a fecskendőbe. Megnedvesedik a föld tőle, és akkor ezt így kell hagyni, szerintem minimum egy hónapig. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Minden jót kívánok neked, ha tetszett a videó, esetleg próbáld ki te is. Szia!